tudom, ha egyszer átölel. Talpig Retróban címmel rendezett könnyed péntek esti programot a Tolnai Kulturális Központ. A retro alatt gyakorlatilag a II. Világháborútól a rendszerváltásig terjedő időszakot értjük. Nagyon sokan elővettük a pöttyöst, a retro ruhánkat, és nagyon jól érezzük így magunkat, a fiatalságunkat kicsit előhozza. Ez a retro ruha, meg ez a, hogy összeülünk és dumálunk egy kicsit, lehet, hogy még lesz egy kis táncolás, vagy egy kicsit itt éneklünk a fellépő énekesekkel együtt. És igyekszünk nagyon-nagyon jól érezni magunkat, és még egyszer megélni ezt a retro korszakot. A korszak hagyományosan vett öltözeteire jellemző a funkcionalitás, az egyszerű vonalvezetés és a praktikusság. Emellett a korszak kedvelte az élénkebb színeket és mintákat. Sokaknak a résztvevők között a fiatalságukat hozta vissza az esemény, és a ruhák nagyrészt a fiatalkori, régóta kincsként őrzött darabok a szekrények mélyéről kerültek ki. Nekem a 80-as években voltam én nagyon fiatal, és azt az életérzést szeretném itt egy picit, ha visszajönne az est folyamán. Remélem, hogy visszajön. Hatalmasokat szoktunk bulizni, rengeteg diszkó, szinte minden hétvégén diszkóba jártunk, úgyhogy egy picit ezt a hangulatot szeretnénk visszaidézni. Remélem, sikerülni fog. A péntek délután 6-kor kezdődött rendezvény elején szinte csak a nyugdíjas korosztály képviseltette magát, mégpedig elsősorban a vándorló szépkorúak baráti köre népes tagsága révén. Ám ahogy telt az idő, egyre több a középkorosztályhoz tartozó érdeklődő jelent meg. A hangulatot fokozta a remek Málinger Ivett, Kovács Gergő duó retro dallamai. Már ekkor is kitűnő volt a hangulat, amit Csuka Feri retro diszkója csak fokozott. A nyugdíjasok és a 20-évesek is együtt élvezték a zenét. A helyi zenekarok is jelezték, hogy ők is nagyon szívesen bekapcsolódnának a város kulturális életében, és ezért úgy gondoltuk, hogy ha őnekik szabad kapacitásuk van, akkor miért ne velük bonyolítsunk le egy-egy közös rendezvényt. És most éppen az Ereklik Szól zenekar jelezte, hogy ők nagyon szívesen jönnének egy nyárzáró partit megtartani, és akkor elmegyünk még a Hősök terére, és ott lezárjuk a nyarat. A buli végén sokan haza sem akartak menni, így a múlt idéző esemény sikeresen zárult.